vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A Garázs könyverési partnere az ICT Europa Finance. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A Garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban, amikor is egy újabb összehasonlító teszttel kedveskedünk Önöknek. A legújabb Jeep Renegade, valamint a dízel változat, a dízel motorral szerelt Suzuki Vitara, amelyet már pár héttel ezelőtt teszteltünk a garázsban. Ennek a kettőnek nézzük meg, vajon milyen hasonlóságai és különbségei vannak. Emellett szokásunkhoz szíven visszatérünk a kakucsringre, ahol Csabi és Jani egy újabb köridővel próbálkoznak majd. Most már ne kapcsoljanak sehova, kezdünk! Bring the action. When you hear this in the club, all eyes on us. All eyes on us. Valamikor a télen azt mondtam, hogy soha ne forgassanak Önök se összehasonlító tesztet nagyon hidegben, mert nagyon kellemetlen. Na, egy rosszabb van, most megtudtam, a 37 fokban. Abba se tessék forgatni összehasonlító tesztet, de mi azért, mert Önök visszajelzései alapján ez fontos része a garázsnak, ezért megint János által sikerült idehozni két autót. Ő erőltette. Én őszintén szólva azt tudom, hogy a mellettünk balra látható, Önöknek jobbra természetesen, Suzuki Vitarát, azt dicsértük nem olyan régen volt a műsorban. Mindkettőnknek meglepetést okozott, azt gondoljuk, hogy ezzel a modellel a Suzuki tényleg vissza tud térni arra a helyre, ahonnan annó a Swift-tel lecsúszott a válság miatt. Én azóta annyit láttam az utakon ebből a Vitarából, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó modell, és hoztunk mellé egy olyan terméket, amely pont annyira amerikai, mint én. Minden évben jár arra, de semmi köze nincsen hozzá, hiszen ez egy Fiat termék, csak Jeepnek hívjuk. János, mielőtt nekivágnánk annak, hogy egy picit beleülögessünk és megmutassuk a két autó hasonlóságait és vagy különbségeit, és aztán döntést hozzunk, hogy kinek melyik tetszik jobban. Picit mondd el, milyen motorok vannak bennünk, és hát, hogy egyáltalán mit kell tudni erről a két csodálatos termékről. Annyira szeretem ezeket a felvezetőidet, tényleg. Tehát az ember közben csak fogja a fejét. Igen, az egésznek az ihlete az még az előző Vitaránál volt, ugye abból egy 1.6-os benzinest, egy ilyen közepes felszereltséggel, amit gyakorlatilag mindenki vesz. Azt próbáltunk ki, nagyon sok jót mondtunk róla, ugye már akkor is megemlítettem, hogy annyira jó az az autó, hogy furcsa, hogy annyira nem kommunikálják. És akkor már megígértem, hogy akkor csinálunk egy összehasonlítót, hiszen ebbe a kategóriában azért most elég sok modell jelen van. És valahogy ugye a kollégákkal azt találtuk, hogy mi lehetne, ha egy ilyen Jeepet, amit egyébként soha senki nem kap meg. Tehát nem... Jó, mondja, Jeepet, tehát egy Fiat Fremontot. Ja, nem. Nem, igen, Fiat 500X egyébként a testvérmodele, ugye azt teszteltük is, nem is olyan rég, és azt is dicsértük, és akkor miért ne hozhatnánk egy ilyen nagyon különleges, mert azért tényleg azért ez kicsit kilóg a utcaképből, egy ilyen modern mellé. A legviccesebb, hogy ugye a Fiatos vonásra visszatérjünk, mind a kettőben ugyanaz a Fiat dízel motor van, tehát hogy ez volt az igazából a fő motiváció, ugyanaz az 1.6-os dízel, Fiat eredetű motor, ugye ez egy multijet motor, 120 lóerős, 320 Nm, és gyakorlatilag ugyanaz, és akkor egy teljesen más köntösben, és azért voltam rá kíváncsi, hogy én kb. Tudom, hogy a kettőről mit gondolok, de hogy tényleg így mondjuk el, hogy neked mi erről a véleményed, tényleg, hogy ez mennyire Jeep, mennyire nem az. És hát a Vitara pedig azt gondolom, hogy ezzel a motorral is bizonyít, és ugye ez egy jobb felszereltség, tehát emiatt is érdekes. Akkor, hogy nekem könnyebb legyen dönteni, mert ezek szerint ő tud mindent, még annyit mondjunk el előjáróban, hogyha csont ugyanaz a motor, hasonlóak az autók, mennyibe kerülnek, mert ez nekem sokat fog segíteni ahhoz, hogy tudjak döntést hozni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye annó az 1.6-os benzines Vitarát nagyon dicsértem, hogy még 5 millió alatt hozzá lehet jutni, azért ez egy 6,5 ezzel a felszereltséggel és ugye dízelmotorral, ott pedig 6 alatt indul az állista, de gyakorlatilag 8-ig el lehet menni, tehát ott sokkal szélesebb a választási lehetőség. Persze az egy Jeep, egy kicsit modernebb összkerékhajtása, stb. De mégis azért az egy kicsivel drágább, de szerintem nem olyan döbbenet a különbség. Akkor először csücsönjünk be a Vitarába, hiszen olyanban már ültünk, gyorsan nézzük meg, hogy mennyivel másabb ez, mint az, amiben pár héttel ezelőtt ültünk, és aztán majd beülünk a meglepőbe.
Ja, nagyon vicces, hogy ez a szín szerintem az egyik legnépszerűbb, ahogy már mondtad, hogy mennyit láttam ilyenből belőle. Sokat látok az utcán. Viszont ezzel a karosszéria díszítéssel keveset, ugyanis tegnap szép jégkáros lett, ugye innen főleg jól néz ki. Borzalmas. De ettől függetlenül amúgy belülről szerintem maga az egész autó ugyanaz, mint amit volt, csak hogy egy gyönyörű szép dízel hanggal, és ami a másik különbség, hogy ebben nincs összkerékhajtás, ez csak ez egy fronthajtásos dízel. Csinos, kultúrált, nincsen túlspillázva. Lehet kritizálni, amiket annó elmondtunk, hogy furcsa ez a hangerőállító dolog, a multimédiás része se a legerősebb. Vannak ezek a csodálatos, akár még a 80-as évekből is származtatható kapcsolók, tehát van egy-két stílushiba, de azt gondolom, hogy nagyon nagy baj nincs ezzel. Vezetni amúgy tök jó ezeket, és ugye amit már elmondtam a benzines esetében is, hogy ugye alapvetően könnyűt, és ezt a Suzuki nem is nagyon kommunikálja, hogy ugye azért 1230 kiló S diesel motorral, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érték. Ugye minden más márkánál erre ki szoktak találni valami nagyon hangzatos nevet, mondjuk a Mazdánál a Skyactiv, ami persze mást is takar, de ott is a súlycsökkentés, stb. Itt semmi ilyesmiről nem hallunk. Hát és a középső kijelzőn előtted egy átlagfogyasztást látok 5,4 literrel. Hát igen, és azért, azért nagyon kedvező. És ugye amit a múltkoriban megfricskáztál, hogy itt egy Suzuki is, na itt az óra. Na hát most ezt is szerintem jobb lett volna, inkább kihagyják. De jobb, mint a tervezett sötét Folt. Igen, tehát de azért. Igen. Tehát, hogy ennyi. Nézzünk egy csomagtartót, meg üljünk be magunk mögé. Igen. Ilyen szűkre üledagatnak érzem magam, és beleér a térdem az előttem lévő ülésbe, mondjuk az nekem kellően hátra van tolva, de te egész kultúráltan elférsz, és fejterünk mindkettőnknek van. Igen, azt akartam mondani, ugye másiknál is ezt megemlítettük, hogy ha saját magamra, ugye 1,83 magas vagyok, saját magamra állított vezetőülés mögött, még a tenyerem elfér a térdem is az első ülés között, és mivel ez nem a legnagyobb szabadidő autó, azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó dolog. És egyáltalán nem nyomja a hátadat. És igen, tényleg ez, hogy minden irány volt. Tehát mikor, ugye már azt szokott nagyon idegesíteni, mikor ugye megyünk egy rossz úton, amit elvileg ezzel az autó lehet, és akkor az egy centi miatt minden egyes bukkanon lefejelem a tetőt. Na hát ez itt nem fordult elő. Nézzünk még egy csomagtartót, és aztán irány a Renegade. Forgatási eszközök, őt úgy hívják, hogy a statív. De amúgy nagy, szerintem. Igen, igen, azért egy négyen kis cuccokkal el tudunk utazni vele, viszont a modern világban ez sem nyílik elég magasra. Még a fejem által se. Jó, hát normális méretű csomagtartója van. Ezek nekem, tehát hogy ez nincs 2015-ben. De összességében még mindig pozitív a kép, tényleg. Na irány ez a másik, a furcsa. Beintom, hogy halt, hogy ugyanaz a motor van benne. Tehát ugyanúgy fog kattogni? Igen. Nem? Centire. Jó, az érzés, ahogy beültünk, teljesen mást képvisel. Kétségtelen minőségi anyagok, jobb formák, talán még jobb kidolgozás is, nagy digit klíma. A kocsának van egy stílusa. Nem azt mondom, hogy a Vitarának nincs, de hogy ez még valamit visszahoz abból a jippes életérzésből. Jaj, de cuki! Igen, ott is. Ott van! Látod, Sumi? Nézd meg! Megy fel a szélvédőn. A régi Willys Jeep megy fel a szélvédőn. Úristen, mekkora! Imádom! Jézus, engem ilyenekkel meg lehet fogni. És QR kóddal lehet információt szerezni a szélvédőről. Biztos rendelés, meg ilyesmi. Hát itt az is nagyon vicces, hogy a forlatszám mérőn az, hogy meddig lehet forgatni, az nem egy az piros egy sáv, hanem egy ilyen sármaca. Ú, de durva! Az a baj, rájöttem, hogy én igazi ilyen nagyon rossz felhasználó vagyok, hogy engem ilyen hülyeségekkel már meg lehet venni. Ezt alá is tudom támasztani, úgyhogy ez... Kösz szépen, hogy megvédtél tényleg. Szóval más a stíl. Maga, hogy ülsz benne, az is más, teljesen a kormányzás, és a változ kb. Ugyanolyan, egyiket se dicsérném egyébként halára, tehát amikor vezeted őket, akkor egy kicsit ilyen, tényleg ilyen terepjárósabb, az meg egy kicsit személyautósabb, de alig van különbség, tehát csak hogy valamit bele akarjunk képzelni. Stílusban szerintem teljesen más, nekem ez is szimpatikus, ki van ezért írva, hogy 41 óta van Jeep. Igaz, jó, tudjuk, hogy semmi köze nincsen hozzá, de egyébként igen. Ez is ugye gyakorlatilag a Fiat kezelőelemek itt. Igen. Mondjam, nem dolgoztak vele túl sokan. Ugyanaz, mint egy Fiat 500X, csak egy más borítással, úgyhogy magunk mögé. Ami nekem még fontos. Még nagyobb a beltér. Nagy a beltér. Sokkal nagyobbnak érzed ezt a kocsit, mint amekkora egyébként kívül. Meg egyébként sajnos sokkal nagyobbnak érzed, mint a Vitarát. Nem érzem szélesnek, de nagyobbnak érzem. Sokkal, tényleg.
Hát gyakorlatilag ugyanaz centire. Ugyanarról beszélünk, csak itt is egy talán egy cenyúval vagy másféllel több ott a hely. Ott elő sokkal nagyobb a hely, itt hátul igen, már csak picivel nagyobb. Igen, picit jobb. Én nekem furcsa ez a hátsó ülés, talán mint egy kicsit jobb lett volna. Annak kényelmesebb volt a támlája, ez igen. Picit ilyen előredőlősökben ül, meg szerintem nem is támasztan annyira oldalt, de vállalható. És a tér a magasság miatt jobb, csomagtartó. Ami nagyon fontos. Na. Itt keresnéd is. Már feltéptem nagyjából 300-szer, és közben itt a gomb. Ó, ez mondjuk logikátlan. És nem is nyílik ki. Na. Ez picit azért logikátlan, ott igen. Letéptem volna már ezt a rajtót. És a legviccesebb, hogyha visszahúzod, csak nem igen. Tehát, hogy van is helye. Aha, de nem ott. De nem ott van. És hát itt is gyakorlatilag. Ugyanaz, mint a Suzuki-nál. Köszönjük szépen. Tehát amúgy méretileg, nagyságra ugyanaz. Panasz, és ez igen. Megint egy fokkal kellemesebb anyagokból van. Igen. Tehát igen, ezt el kell fogadni. Ez is milyen cuki, hogy a régi dizájn itt van benne. Igen, ott van benne. Sumi, ezt láttad? Ez nagyon funny. Fordítva ugye itt van a régi Jeepnek az eleje. Igen, tehát hogy többször értesítenek az utastérben ilyen kis kedvességekkel. Nagyon látványos ez a hátsó lámpa kialakítás, és jó. Konklúzió és döntéshozás. Nehéz? Hát. Nem tudom, egyet fogunk-e érteni, de előbb megvárom János válaszát, mert én nagyon nehezen döntök. Igen. Nagyjából egyébként én is ezen voltam, viszont manapság, mivel nagyon sok ilyen átlagos autó van, valamiért most elkapott ez a hangulat, hogy szeretem a különlegességeket, és pont ezért nekem a Jeep most így megnyerőbb. Nagyon jól éreztem magam, és ami fontos talán, hogy a család többi tagja is, mikor abba beült, teljesen másképp érezte magát. Egyrészt, hogy sokkal tágasabb érzés, más is vezetni egy kicsit ez a hangulat is visszajön, és hát a megjelenése is azért jóval durvább, úgyhogy én valamiért a Jeep felé hajlok most, miközben ugyanaz a motor van benne, az fogyasztott többet, tehát ami mondjuk egy elvileg nehezebb is pont azért, de hogy elvileg annak ugye egy negatívumnak kéne lenni, de mégse zavart, hiszen ha 5-4 vagy 6-4 között beszélgetünk, teljesen mindegy. Nekem az valahogy az egész így jobban bejött az a világ, ettől függetlenül továbbra is azt hallom, hogy a Vitara egy nagyon jó autó, én még mindig a benzines ajánlanám inkább, de hogy engem az most megvett teljesen a Renegade. Én hasonló véleményen vagyok őszintén, szóval bár kétségtelen módon nem vagyok ennyire könnyen megvezethető, nagyon tetszik a Renegade, de meg tudnék határozni egy összeget, amennyivel azonos felszereltségnél hajlandó lennék többet fizetni az extravagancia miatt. Nekem is az jobban tetszik, de mondjuk ez egy 500 és 1 millió közötti tétel. Tehát ha mondjuk ugyanazért egyel többet kéne fizetnem, akkor már simán beülnék a Suzuki-ba. Ennyire jó autónak tartom, és ennyire bízom benne, hogy egyébként a Suzuki ezzel a modellel tényleg vissza fog tudni térni, de összességében Jánosnak tökéletesen igaza van, mindenben egy picivel, egy minimálisan 5-10%-kal többet mutat számunkra, és többet kínál számunkra a Renegade, úgyhogy amellett vagyok, de én azért nézegetném az árlistát és hasonlítgatnám is. Gyakorlatilag ugyanazt elmondtad, amit én is azért, ha fájó különbség van, akkor azt mondanám, mivel ez is egy nagyon jó volt, abba ülök bele, de mivel egy kicsit egyediségre vágyom, ezért valószínűleg a Jeepet választanám. Tényleg mindig elcsodálkozom rajta, hogy vannak emberek, akik oda merik adni a saját autójukat, hiszen ez az autó sem importőrtől érkezett, egy 2011-es X1-18D X-Drive verzió, amely Efficient Dynamics, tehát tudjuk, hogy a 2 literes motor csak 143 lóerőt teljesít, nem a 177-et. Viszonylag alapfelszereltségű, ettől nem annyira nehéz, de hát kézi váltós, tehát sokat fog segíteni rajtatok, mégiscsak egy SUV nem ide való, tudjuk, de BMW. Igen, épp azt kérdeztem, hogy ezt vajon hova kell majd sorolni, hogy inkább az SUV-khez, vagy a személyautókhoz, van ez egy ilyen köztes valami, főleg ez a motorizáltság, akkor nem sokat fog segíteni rajta, de akkor összkerékhajtás, hát meglátjuk, lehet még akár jó is szerintem, attól függ, milyen a gumia. Ilyen, nem tudjuk. János? Pont mielőtt ide érkeztél, azt beszéltük, hogy lehet attól megy olyan jól az a Merci, hogy a Michelin gumi volt rajta, és az mind a kettőnknek tetszett. Igen, itt szerintem gumifüggő lesz a történet, és mivel nem automata, legalább az nem fog rajta. Kíváncsi leszek, hogy így még akkor egy kicsit váltogatnunk is kell, milyen lesz. Én túl sokat nem várok tőle, be kell, hogy valljam, de aztán lehet, hogy ez is meg lett, mint a Merci. Én sem várok túl sokat tőle, és nagyon bízom benne, hogy vigyáztok rá, hiszen a nézők idegesek. Na, lássuk. Eddig nagyon jó. Ő nyert. Ja, tényleg? Tudod, ez olyan, hogy amit... Ja, tényleg. Papírnak néztem, bocs. Igen, semmi, ez papírnak néztem. Erre vigyázz, mit nézel papírnak. Na mindegy, megyek én.
meglepően jól indult el, de hát a váltási idő azért nem rövid, az nagyjából eltelt egy óra, míg áthúzta másodikba. És kicsit úgy, hogy a hangos is volt, jó feltúráztatta, de érdekes, hogy nem csúszkál. A nem a nyavaját, nem, és hát nem talált el a második rázókövet. Igen, az úgy nem adta ki. Jó néz ki ez is, ezek a fehér autók a naplementében jó néznek ki. Figyelj, nem tűnik annyira lassúnak ahhoz képest, hogy 140. Megint olyan autó lesz, ami neki nagyon tetszik. Tehát úgy látom, ott azért láthatóan nem megyünk elég gyorsan. De 1 millióval beesett. Igen, nagyon örülök ennek a hírnek tényleg. Ott mondom én. Jézusom. Miért ver engem a jóisten? De olyan, mintha ezen a gumin is úgy lenne tapadás. Igen. Tehát nem annyira csúszkál. Nem. Eltalálta a rázó végét. Meglepően jó idő lesz, most mondom. Igen. Rászúrt egy harmadikat, búcsúzóul! Uh-huh. 53-5. 53-5, tehát az X3-ashoz képest 1,3 másodperccel lassabb. Egészen jól nézett ki. Igazániból azt láttuk, hogy a hosszú egyenesben van a baj, amikor neki mész a levegő buboréknak, de a kanyarokban jól mozgott. Hát igen, de ennél lehet jobbat, mert itt az elején egyből hibáztam, mert itt felváltottam a 3-ast. Megpróbáltam ráfordulni, semmi, egyenes. Tehát az első gumikra nagyon ne építs. Akkor még utána ott a kanyar közben egy kettest visszakavartam, aztán valahogy kijöttem belőle, de az ott azért nagyon nem volt erős. Utána már mentem tovább, aztán nem voltam olyan rossz, de itt ne válts fő hármast, mert az nem fog működni, meg finoman fordulj be, mert nincs előtapadás. Tehát nem tudom, tényleg a gumikat majd ellenőrizzük, mert az eleje azért az... Tessék, elszédült még a kamera is. Hát igen, pedig nem a tempótól. Na János, üljön be! Az első gumi gépére... Kamerák egyesével hullanak le. Az autó lehet, hogy 11-es, de az első gumi 2008-as. Úgyhogy az, hogy nincs tapadás, az... Egész szépen elmozdul, csak hát a váltási idők azok azért lassabbak egy kicsit a kelleténél ezzel a kézi váltóval, de jobban eltalálta az első két, most már 3 kanyart is, bele kellett fékezzen. Igen, hát pont azért mondtam neki, hogy az elejére nagyon ne számítson, mert tényleg nem fordul úgy az autó, az érződik, hogy az első gumi az eléggé viseletes már, de így most szépen el tudott fordulni. Szerintem egyébként nem érződik annyira gyengének, tehát az elmúlt hetekben ugye kicsivel erősebb, de ugyanilyen jellegű 2000-es turbodízel motorokkal mentünk. Persze azok jóval erősebbek voltak papíron, de annyival ez se érződik gyengébbnek igazándiból. Látod, az eleje nem fordul neki, és úgy nézem. Igen, meg hát alapvetően tudjuk, hogy ez a motor 177 lóerő, csak le van butítva az Efficient miatt, tehát így van. Nyomatékban nem olyan rossz. Így van, tehát azért alapvetően nem rossz az autó. Hát gumit kéne cserélni. Gumit kéne cserélni, ennyi. Nézzük, mit tud eredményben. 53-200. Igen. Nem olyan rossz az. Ahhoz képest nincs benne lóerő. Nem, igen. Azért mondom, hogy és a gumival szerintem 52-ben simán befutna. Hát ennek is legörbült a gumia. 53-200, tehát te nyertél. CX-5-öt megver. Suzuki Swift Sport. Mindjárt kimondom a következő adásban. Mögé. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy nulla lóerő, alapfelszereltség jobb egy CX-5-nél, nekem a mozgása tetszett, milyen élmény? Hát az a baj, hogy én most végig majdnem kettesbe mentem, így ugye fent már nincs nyomatéka, ha egy jobb első gumi lenne rajta, akkor szerintem harmadikba lehetne a legtöbb helyen menni, és akkor sokkal ilyen egyenletesebb lenne. Itt ugye elóvatoskodtam, mondta Csabi, ez lett a jó végül is, és utána is ilyen furcsa érzés vele menni, tényleg, hogy előre nagyjából nulla tapadás, úgyhogy lehetne ezzel egy jobb gumival jóval jobb időt is menni. Akkor azért mindkettőtök szavaiból azt veszem ki, hogy a 143 lóerő hiába tűnik kimondva kevésnek, nem tűnik annyira rossznak a pályára. Szerintem egyáltalán nem. Most figyelj, nem egy lóerőháború egyértelműen, de ahhoz képest itt bőven jó időt tudna menni megfelelő tapadással. És most már ugye csak egyetlen másodperc a különbség egy X3 legújabb 2015-ös 195 lóerős verzióhoz képest. Hát igen, és mivel ugye ez egy alapfelszereltség, az jóval könnyebb is, én szerintem egy jó gumival azt meg tudnánk futni. Egy
Ennyi volt már a garázs, remélem az összehasonlító tesztet illetően legalább valamelyikünkkel egyetértettek, bízom benne, hogy inkább velem. De most zárom is a műsort, és ahogy minden héten most is arra figyelünk be, internet oldalunkat tudják, ez a www.garazs.tv címen található. Itt nézhetik vissza régi adásainkat is. Köszönjük, hogy megint minket választottak, és ne feledjék, garázs, ahonnan az autózás indul. A garázs csomagolás technikai partnere a Napilap BT. Videokonferencia partnerünk a Streamnet. Támogatónk a Kamera Kft. A garázs autóinak tisztaságáról az EasyWash System gondoskodik. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Támogatunk a Hotel City-n, szálloda és konferencia Budapest szívében. Támogatunk az AZR termékpromóciós Kft. Ideális megoldás az értékesítéséhez. A garázs számítástechnikai partnere a notebook.hu internet oldalt üzemeltető Digitaltech Europe Kft. A garázs könyverési partnere az ICT Europa Finance. Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagy díja Steelvent kerítésekre és kapukra. Vettem a különlegességeket, és pont ezért nekem a Jeep most így megnyerőbb. Nagyon jól éreztem magam, és ami fontos talán, hogy a család többi tagja is, mikor abba beült, teljesen másképp érezte magát. Egyrészt, hogy sokkal tágasabb érzés, más is vezetné kicsit az a hangulat is visszajön, és hát a megjelenése is azért jóval durvább, úgyhogy én valamiért a Jeep felé hajlok most, miközben ugyanaz a motor van benne, az fogyasztott többet, tehát ami mondjuk egy elvileg nehezebb is pont azért, de hogy elvileg annak, hogy egy negatívumnak kéne lenni, de mégse zavart, hiszen ha 5-4 vagy 6-4 között beszélgetünk, teljesen mindegy. Nekem az valahogy az egész így jobban bejött az a világ. Ettől függetlenül továbbra is azt hallom, hogy a Vitara egy nagyon jó autó. Én még mindig a benzines ajánlanám inkább, de hogy engem az most megvett teljesen a Renegén. Én hasonló véleményen vagyok őszintén, szóval bár kétségtelen módon nem vagyok ennyire könnyen megvezethető, nagyon tetszik a Renegéd, de meg tudnék határozni egy összeget, amennyivel azonos felszereltségnél hajlandó lennék többet fizetni az extravagancia miatt. Nekem is az jobban tetszik, de mondjuk ez egy 500 és 1 millió közötti tétel. Tehát ha mondjuk ugyanazért egyel többet kéne fizetnem, akkor már simán beülnék a Suzuki-ba. Ennyire jó autónak tartom, és ennyire bízom benne, hogy egyébként a Suzuki ezzel a modellel tényleg vissza fog tudni térni, de összességében Jánosnak tökéletesen igaza van, mindenben egy picivel, egy minimálisan 5-10%-kal többet mutat számunkra, és többet kínál számunkra a Renegét, úgyhogy amellett vagyok, de én azért nézegetném az árlistát és hasonlítgatnám is. Gyakorlatilag ugyanazt elmondtad, amit én is azért, ha fájó különbség van, akkor azt mondanám, mivel ez is egy nagyon jó volt, abba ülök bele, de mivel egy kicsit egyediségre vágyom, ezért valószínűleg a Jeepet választanám. Tényleg mindig elcsodálkozom rajta, hogy vannak emberek, akik oda merik adni a saját autójukat, hiszen ez az autó sem importőrtől érkezett, egy 2011-es X1-18D X-Drive verzió, amely Efficient Dynamics, tehát tudjuk, hogy a 2 literes motor csak 143 lóerőt teljesít, nem a 177-et. Viszonylag alapfelszereltségű, ettől nem annyira nehéz, de hát kézi váltós, tehát sokat fog segíteni rajtatok, mégiscsak egy SUV nem ide való, tudjuk, de BMW. Igen, épp azt kérdeztem, hogy ezt vajon hova kell majd sorolni, hogy inkább az SUV-khez, vagy a személyautókhoz, vagy ez egy ilyen köztes valami. Főleg ez a motorizáltság, akkor nem sokat fog segíteni rajta. De akkor összkerékhajtás, hát meglátjuk, lehet még akár jó is szerintem. Attól függ, milyen a gumia. Ilyen. Nem tudjuk. János? Pont mielőtt ide érkeztél, azt beszéltük, hogy lehet attól megy olyan jól az a Merci, hogy a Michelin gumi volt rajta, és az mind a kettőnknek tetszett. Igen, itt szerintem gumifüggő lesz a történet, és mivel nem automata, legalább az nem fog rajta. Kíváncsi leszek, hogy így még akkor egy kicsit váltogatnunk is kell, milyen lesz. Én túl sokat nem várok tőle, be kell, hogy valljam, de aztán lehet, hogy ez is meg lett, mint a Merci. Én sem várok túl sokat tőle, és nagyon bízom benne, hogy vigyáztok rá, hiszen a nézők idegesek. Na, lássuk. Eddig nagyon jó. Ő nyert. Ja, tényleg? Tudod, ez olyan, hogy... Ja, tényleg, papírnak néztem, bocs. Igen, semmi, ez papírnak kö... néztem. Papírnak néztem. Erre vigyázz, mit nézel papírnak, na mindegy, megyek én.
meglepően jól indult a másik. A furcsa. Beintom, hogy halt, hogy ugyanaz a motor van benne. Tehát ugyanúgy fog kattogni? Igen. Nem? Centire. Jó, az érzés, ahogy beültünk, teljesen mást képvisel. Kétségtelen minőségi anyagok, jobb formák, talán még jobb kidolgozás is, nagy digit klíma. A kocsának van egy stílusa. Nem azt mondom, hogy a Vitarának nincs, de hogy ez még valamit visszahoz abból a jippes életérzésből. Jaj, de cuki! Igen, ott is. Ott van! Látod, Sumi? Nézd meg! Megy fel a szélvédőn. A régi Willys Jeep megy fel a szélvédőn. Úristen, mekkora! Imádom! Jézus, engem ilyenekkel meg lehet fogni. És QR kóddal lehet információt szerezni a szélvédőről, biztos rendelés, meg ilyesmi. Hát itt az is nagyon vicces, hogy a forlatszám mérőn az, hogy meddig lehet forgatni, az nem egy az piros egy... sáv, hanem egy ilyen sármaca. Ú, de durva! Az a baj, rájöttem, hogy én igazi ilyen nagyon rossz felhasználó vagyok, hogy engem ilyen hülyeségekkel már meg lehet venni. Ezt alá is tudom támasztani, úgyhogy ez... Kösz szépen, hogy megvédtél tényleg. Szóval más a stíl, más a stíl. Maga, hogy ülsz benne, az is más, teljesen a kormányzás, és a változ kb. Ugyanolyan, egyiket se dicsérném egyébként halálra, tehát amikor vezeted őket, akkor egy kicsit ilyen, tényleg ilyen terepjárósabb, az meg egy kicsit személyautósabb, de alig van különbség, tehát csak hogy valamit bele akarjunk képzelni. Stílusban szerintem teljesen más, nekem ez is szimpatikus, ki van azért írva, hogy 41 óta van Jeep. Igaz, jó, tudjuk, hogy semmi köze nincsen hozzá, de egyébként igen. Ez is ugye gyakorlatilag a Fiat kezelő elemek itt. Igen. És mondjam, ez nem dolgoztak vele túl sokat. Ugyanaz, mint egy Fiat 500X, csak egy más borítással, úgyhogy magunk mögé. Ami nekem még fontos. Még nagyobb a beltér. Nagy a beltér. Sokkal nagyobbnak érzed ezt a kocsit, mint amekkora egyébként kívülről. Meg egyébként sajnos sokkal nagyobbnak érzed, mint a Vitarát. Nem érzem szélesnek, de nagyobbnak érzem. Sokkal, tényleg. Hát gyakorlatilag ugyanaz centire. Ugyanarról beszélünk, csak itt is egy icit. Itt is egy talán egy centnyúval vagy másfél több a hely. Ott előre sokkal nagyobb a hely, itt hátul igen. Csak picit nagyobb. Igen, picit jobb. Én nekem furcsa ez a hátsó ülés, talán mintha egy kicsit jobb lett volna. Annak kényelmesebb volt a támlája, ez igen. Picit ilyen előredőlősökben ül, meg szerintem nem is támasztan annyira oldalt, de vállalható. És a tér a magasság miatt jobb, csomagtartó. Ami nagyon fontos. Na. Itt keresnéd is. Már feltéptem nagyjából 300-szer, és közben itt a gomb. Ó, ez mondjuk logikátlan. És nem is nyílik ki. Na. Ez picit azért logikátlan. Ott igen. Letéptem volna már ezt a rajtót. És a legviccesebb, hogyha visszahúzod, csak nem igen? Ott van. Tehát, hogy van is helye. Aha, de nem ott. De nem ott van. És hát itt is gyakorlatilag. Ugyanaz, mint a Suzuki-nál. Köszönjük szépen. Tehát amúgy méretileg nagyságra ugyanaz. Semmi panasz, és ez igen. Megint egy fokkal kellemesebb anyagokból van. Igen. Igen, ezt el kell fogadni. Ez is milyen cuki, hogy a régi dizájn itt van benne. Igen, ott van benne. Sumi, ezt láttad? Ez nagyon funny. Fordítva ugye itt van a régi Jeepnek az eleje. Igen, tehát hogy többször értesítenek az utastérbe ilyen kis kedvességekkel. Nagyon látványos ez a hátsó lámpa kialakítás, és jó. Konklúzió és döntéshozás. Nehéz? Hát... Nem tudom, egyet fogunk-e érteni, de... Előbb megvárom János válaszát, mert én nagyon nehezen döntök. Igen. Nagyjából egyébként én is ezen voltam, viszont manapság, mivel nagyon sok ilyen átlagos autó van, valamiért most elkapott ez a hangulat, hogy és hát a Vitara pedig azt gondolom, hogy ezzel a motorral is bizonyít, és ugye ez egy jobb felszereltség, tehát emiatt is érdekes. Akkor, hogy nekem könnyebb legyen dönteni, mert ezek szerint ő tud mindent, még annyit mondjunk el előjáróban, hogyha csont ugyanaz a motor, hasonlóak az autók mennyibe kerülnek, mert ez nekem sokat fog segíteni ahhoz, hogy tudjak döntést hozni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, mert ugye anno az 1.6-os benzines Vitarát nagyon dicsértem, hogy még 5 millió alatt hozzá lehet jutni, azért ez egy 6,5 ezzel a felszereltséggel és ugye dízelmotorral, ott pedig 6 alatt indul az állista, de gyakorlatilag 8-ig el lehet menni, tehát ott sokkal szélesebb a választási lehetőség. Persze az egy Jeep, egy kicsit modernebb összkerékhajtása, stb. De mégis azért az egy kicsivel drágább, de szerintem nem olyan döbbenet a különbség. Akkor először csücsönjünk be a Vitarába, hiszen olyanban már ültünk, gyorsan nézzük meg, hogy mennyivel másabb ez, mint az, amiben pár héttel ezelőtt ültünk, és aztán majd beülünk a meglepőbe.
Ja, nagyon vicces, hogy ez a szín szerintem az egyik legnépszerűbb, ahogy már mondtad, hogy mennyit láttam ilyenből belőle. Sokat látok az utcán. Viszont is, ezzel a karosszéria díszítéssel keveset, ugyanis tegnap szép jégkáros lett, ugye innen főleg jól néz ki. Borzalmas. De ettől függetlenül amúgy belülről szerintem maga az egész autó ugyanaz, mint amit volt, csak hogy egy gyönyörű szép dízel hanggal, és ami a másik különbség, hogy ebben nincs összkerékhajtás, ez csak ez egy fronthajtásos dízel. Csinos, kultúrált, nincsen túlspillázva. Lehet kritizálni, amiket annó elmondtunk, hogy furcsa ez a hangerőállító dolog, a multimédiás része se a legerősebb. Vannak ezek a csodálatos, akár még a 80-as évekből is származtatható kapcsolók, tehát van egy-két stílushiba, de azt gondolom, hogy nagyon nagy baj nincs ezzel. Vezetni amúgy tök jó ezeket, és ugye amit már elmondtam a benzines esetében is, hogy ugye alapvetően könnyű, és ezt a Suzuki nem is nagyon kommunikálja, hogy ugye azért 1230 kg S diesel motorral, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érték. Ugye minden más márkánál erre ki szoktak találni valami nagyon hangzatos nevet, mondjuk a Mazdánál a Skyactiv, ami persze mást is takar, de ott is a súlycsökkentés, stb. Itt semmi ilyesmiről nem hallunk. Hát és a középső kijelzőn előtted egy átlagfogyasztást látok 5,4 literrel. Hát igen, és azért, azért nagyon kedvező. És ugye amit a múltkoriban megfricskáztál, hogy igen? Itt egy Suzuki is, na itt az óra. Na, most ezt is szerintem jobb lett volna, inkább kihagyják. De jobb, mint a tervezett sötét Volt. Igen, tehát de azért. Igen. Tehát, hogy ennyi. Nézzünk egy csomagtartót, meg üljünk be magunk mögé. Igen. Ilyen szűkre ülve dagatnak érzem magam, és beleír a térdem az előttem lévő ülésbe. Mondjuk az nekem kellően hátra van tóva, de te egész kultúráltan elférsz, és fejterünk mindkettőnknek van. Igen, azt akartam mondani, ugye másiknál is ezt megemlítettük, hogy ha saját magamra, ugye 1,83 magas vagyok, saját magamra állított vezetőülés mögött, még a tenyerem elfér a térdem is az első ülés között, és mivel ez nem a legnagyobb szabadidő autó, azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó dolog. És egyáltalán nem nyomja a hátadat. És igen, tényleg ez, hogy minden irány volt. Tehát mikor, ugye már azt szokott nagyon idegesíteni, mikor ugye megyünk egy rossz úton, amit elvileg ezzel az autó lehet, és akkor az egy centi miatt minden egyes bukkanon lefejelem a tetőt. Na hát ez itt nem fordult elő. Nézzünk még egy csomagtartót, és aztán irány a Renegade. Forgatási eszközök, őt úgy hívják, hogy a statív. De amúgy nagy, szerintem. Igen, igen, azért egy négyen kis cuccokkal el tudunk utazni vele. Viszont a modern világban ez sem nyílik elég magasra. Még a fejem által se. Jó, hát normális méretű csomagtartója van. Ezek nekem, tehát hogy ez nincs 2015-ben. De összességében még mindig pozitív a kép, tényleg. Na irány ez a... Vagyontárgyai esztétikus védelmét bízza a magyar termék nagydíja Steelvent kerítésekre és kapukra. A garázs könyvelési partnere az ICT Europa Finance. A Garázs TV informatikai megoldás szállító partnere a Futurion Kft. A garázs támogatója a Service for You Hotel Management Company. Kedves nézők, üdvözlöm Önöket ezen a héten a garázsban, amikor is egy újabb összehasonlító teszttel kedveskedünk Önöknek. A legújabb Jeep Renegade, valamint a dízel változat, a dízel motorral szerelt Suzuki Vitara, amelyet már pár héttel ezelőtt teszteltünk a garázsban. Ennek a kettőnek nézzük meg, vajon milyen hasonlóságai és különbségei vannak. Emellett szokásunkhoz híven visszatérünk a kakucsringre, ahol Csabi és Jani egy újabb köridővel próbálkoznak. Majd most már ne kapcsoljanak sehova, kezdünk! Bring the action. Valamikor a télen azt mondtam, hogy soha ne forgassanak Önök se összehasonlító tesztet nagyon hidegben, mert nagyon kellemetlen. Na, egy rosszabb van, most megtudtam a 37 fokban. Abba se tessék forgatni összehasonlító tesztet, de mi azért, mert Önök visszajelzései alapján ez fontos része a garázsnak, ezért megint János által sikerült idehozni két autót. Ő erőltette. Én őszintén szólva azt tudom, hogy a mellettünk balra látható, Önöknek jobbra természetesen, Suzuki Vitarát, azt dicsértük nem olyan régen volt a műsorban. Mindkettőnknek meglepetést okozott, azt gondoljuk, hogy ezzel a modellel a Suzuki tényleg vissza tud térni arra a helyre, ahonnan annó a Swift-tel lecsúszott a válság miatt. Én azóta annyit láttam az utakon ebből a Vitarából, hogy tényleg azt gondolom, hogy ez egy jó modell, és hoztunk mellé egy olyan terméket, amely pont annyira amerikai, mint én. Minden évben jár arra, de semmi köze nincsen hozzá, hiszen ez egy Fiat termék, csak Jeepnek hívjuk. János, mielőtt nekivágnánk annak, hogy egy picit beleülögessünk és megmutassuk a két autó
hasonlóságait és vagy különbségeit, és aztán döntést hozzunk, hogy kinek melyik tetszik jobban. Picit mondd el, milyen motorok vannak bennük, és hát hogy egyáltalán mit kell tudni erről a két csodálatos termékről. Annyira szeretem ezeket a felvezetőidet, tényleg. Tehát az ember közben csak fogja a fejét. Igen, az egésznek az ihlete az még az előző Vitaránál volt, ugye abban egy 1.6-os benzinest, egy ilyen közepes felszereltséggel, amit gyakorlatilag mindenki vesz. Azt próbáltunk ki, nagyon sok jót mondtunk róla, ugye már akkor is megemlítettem, hogy annyira jó az az autó, hogy furcsa, hogy annyira nem kommunikálják. És akkor már megígértem, hogy akkor csinálunk egy összehasonlítót, hiszen ebbe a kategóriában azért most elég sok modell jelen van. És valahogy ugye a kollégákkal azt találtuk, hogy mi lehetne, ha egy ilyen Jeepet, amit egyébként soha senki nem kap meg. Tehát nem... Jó, mondja, Jeepet, tehát egy Fiat Fremontot. Ja, nem. Nem, igen, Fiat 500X egyébként a testvérmodele, ugye azt teszteltük is, nem is olyan rég, és azt is dicsértük, és akkor miért ne hozhatnánk egy ilyen nagyon különleges, mert azért tényleg azért ez kicsit kilóg a utcaképből, egy ilyen modern mellé. A legviccesebb, hogy ugye a Fiatos vonásra visszatérjünk, mind a kettőben ugyanaz a Fiat dízel motor van, tehát hogy ez volt igazából a fő motiváció, ugyanaz az 1.6-os dízel, Fiat eredetű motor, ugye ez egy multijet motor, 120 lóerős, 320 Nm, és gyakorlatilag ugyanaz, és akkor egy teljesen más köntösben, és azért voltam rá kíváncsi, hogy én kb. Tudom, hogy a kettőről mit gondolok, de hogy tényleg így mondjuk el, hogy neked mi erről a véleményed, tényleg, hogy ez mennyire Jeep, mennyire nem az. De hát a váltási idő azért nem rövid, az nagyjából eltelt egy óra, míg áthúzta másodikba. És kicsit úgy, hogy a hangos is volt, jó feltúráztatta, de érdekes, hogy nem csúszkál. Nem a nyavaját, nem, és hát nem találtál a második rázókövet. Igen, az úgy nem adta ki. Jó néz ki ez is, ezek a fehér autók a naplementében jó néznek ki. Figyelj, nem tűnik annyira lassúnak ahhoz képest, hogy 140-ra. Megint olyan autó lesz, ami neki nagyon tetszik. Tehát úgy látom, ott azért láthatóan nem megyünk elég gyorsan. De 1 millióval beesett. Igen, nagyon örülök ennek a hírnek tényleg. Ott mondom én. Jézusom. Miért ver engem a jóisten? De olyan, mintha ezen a gumin is úgy lenne tapadás. Igen. Tehát nem annyira csúszkál. Nem. Eltalálta a rázó végét. Meglepően jó idő lesz, most mondom. Igen. Rászúrt egy harmadikat, búcsúzóul! Uh-huh. 53-5. 53-5, tehát az X3-ashoz képest 1,3 másodperccel lassabb. Egészen jól nézett ki. Igazániból azt láttuk, hogy a hosszú egyenesben van a baj, amikor neki mész a levegő buboréknak, de a kanyarokban jól mozgott. Hát igen, de ennél lehet jobbat, mert itt az elején egyből hibáztam, mert itt felváltottam a 3-ast. Megpróbáltam ráfordulni, semmi, egyenes. Tehát az első gumikra nagyon ne építs. Akkor még utána ott a kanyar közben egy 2-est visszakavartam, aztán valahogy kijöttem belőle, de az ott azért nagyon nem volt erős. Utána már mentem tovább, aztán nem voltam olyan rossz, de itt ne válts fő 3-as, mert az nem fog működni, meg finoman fordulj be, mert nincs előtapadás. Tehát nem tudom, tényleg a gumikat majd ellenőrizzük. Mert az eleje azért az... Tessék, elszédült még a kamera is. Hát igen, pedig nem a tempótól. Na János, üljön be! Az első gumi gépére... Kamerák egyesével hullanak le. Az autó lehet, hogy tudom egyes, de az első gumi 2008-as. Úgyhogy az, hogy nincs tapadás, az... Egész szépen elmozdul, csak hát a váltási idők azok azért lassabbak egy kicsit a kelleténél ezzel a kézi váltóval, de jobban eltalálta az első két, most már 3 kanyart is, bele kellett fékezzen. Igen, hát pont azért mondtam neki, hogy az elejére nagyon ne számítson, mert tényleg nem fordul úgy az autó, az érződik, hogy az első gumi az eléggé viseletes már, de így most szépen el tudott fordulni. Szerintem egyébként nem érződik annyira gyengének, tehát az elmúlt hetekben ugye kicsivel erősebb, de ugyanilyen jellegű 2000-es turbodízel motorokkal mentünk. Persze azok jóval erősebbek voltak papíron, de annyival ez se érződik gyengébbnek igazándiból. Látod, az eleje nem fordul neki, és úgy nézem. Igen, meg hát alapvetően tudjuk, hogy ez a motor 177 lóerő, csak le van butítva az Efficient miatt, tehát így van. Nyomatékban nem olyan rossz. Így van, tehát azért alapvetően nem rossz az autó. Hát gumit kéne cserélni. Gumit kéne cserélni, ennyi. Nézzük, mit tud eredményben. 53-200. Igen.
Nem olyan rossz az. Ahhoz képest nincs benne lóerő. Igen, azért mondom, és a gumival szerintem 52-ben simán befutna. Hát ennek is legörbült a gumia.